Köszöntöm Önöket! A Hegyvidék TV kulturális magazinját látják. Mit gondolnak, hogyan lehet hegyet mászni egy teaforralóval? És azt tudják, hogy milyen kiváltságos utasok utazhattak a vagon tetejére rögzített székben a 19. század végén? Ha erre a két kérdésre nincs is azonnal válaszuk, az biztosan ismerik, hogy a hegyvidék, pontosabban a Schwab-hegy egyik legnagyobb szerelmese, Jókai Mór miért tartott a fogaskerekű vasúttól, s aztán hogyan változott meg a véleménye? A további hasonló kérdések sorolása helyett eláruljuk. A mai Kultúrpont főszereplője a fogaskerekű lesz, pontosabban egy kiállítás, amely bemutatja azt a fővárossal majdnem egykorú innovációt, ami még ma is életképes, ha komolyan veszik a létét és hagyják fejlődni. Ha van valaki, aki még nem utazott a fogaskerekűn, annak azért. Aki pedig egyszer vagy többször is felkúszott fel a budai hegyekbe, annak azért érdemes elutazni a lóvasúthoz, hogy megünnepeljen egy nevezetes születésnapot. A kezdetben zugligeti, később svábhegyi fogaskerekű nemrég töltötte be a 150. életévét, és ez elég méltó apropó ahhoz a kiállításhoz, amelyik megpróbálja felidézni a fővárosi fogas életének legérdekesebb pillanatait. Annak is érdemes benézni a kiállításra, akit nem ragadnak magukkal azok a technikai innyentségek, amelyek miatt ez a jármű anno a világ egyik legmodernebb személyszállítójának minősült. Ez a tárlat ugyanis egy korrajz. Bemutatja többek között azt az akaratot, áldozatvállalást és összefogást is, amely lehetővé tette, hogy a sokkal szegényebb budai oldal egy olyan drága és innovatív járművel gazdagodjon, ami erről még a pesti oldal is csak álmodhatott volna. 1870-ben, amikor felmerült, hogy a budai oldalra kellene egy a hegyet is megmászó közlekedési eszköz, akkor még nem is tudták, hogy mi lesz az, csak igény volt rá. Gróf Széchenyi Ödön más irányba kereste a megoldást, ám egy svájci mérnök kiötlötte, hogy mehet fel egy hegyre egy gőzmozdony. A hajdan technika történeti vívmánynak számító fogaskerekű azóta kétszer is megújult, de az idő bizonyította az életképességét. Mielőtt a fogas történetéről hallanának részleteket, érdemes egy-két szót ejteni a pálya megépítéséről, az indulásról, mert az sem volt hétköznapi. A vasútépítés ma sem tartozik a leggyorsabb beruházások közé, ám 1873-ban a fogas pályáját kevesebb, mint egy év alatt építették meg, mindezt úgy, hogy akkor a Schwab-hegyen még vízvezeték sem volt. Apropó, az alig több mint 11 hónapos építés során svájci stílusú indóházakat és több más kiszolgáló épületet is felépítettek a hajdani szakemberek. A Kultúrpontban Földvári Gergelyt, a hegyvidéki helytörténeti gyűjtemény vezetőjét kértük fel, hogy meséljen a kerület, illetve a főváros emblematikus közlekedési eszközéről, a fogasról, amelyhez hasonlót nem nagyon találnak a földkerekségen. A kiállításon fontos hangsúlyt fektettünk arra, hogy ne csak a történeti idők legyenek bemutatva, hanem különböző tárgyaink is legyenek. Épp ezért már, amikor elkezdtünk ezen gondolkodni egy-két évvel ezelőtt, a 150 éves évforduló előtt, a Közlekedési Múzeum segítségét kértük, hogy ebben majd segítsen nekünk, és szerencsére sok-sok tárgyal és rengeteg képpel a mi segítségünkre siettek. Azon is gondolkodtunk, hogy a témát hogy építsük föl, mert a fogaskerekűről könyvtárnyi irodalom van, és rengeteget lehetne beszélni, és nagyon hosszan. És itt a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjteményben azért végtelen termek nem állnak rendelkezésünkre. Úgyhogy eleinte talán a kronológiát nem is akartok annyira tartani, hanem egy kifejezetten milyen kulturális értékeket, mit adott a hegyvidéknek a fogaskerekű témakor körvonalazódott. És aztán ezt a kettőt végül vegyítettük, mert ha bár nekem meg egy-két olyan történésznek meg, akik fontosabb a hegyvidék tudja a fogaskerekű történetét, de azért ezt fontosnak tartottuk, hogy bárki, aki ide betér, laikus, az egy alapvetően kapjon egy általános képet a fogaskerekűről, és így alakult ki, hogy négy témakör köré építettük fel a kiállításunkat. Az első az igazából egy ilyen előzmények, ahol arról olvasható, hogy egyáltalán hogy jött szóba a fogaskerekű, hogy kik építették, hogy hogy építették, milyen problémák voltak akkor, kik támogatták ezt. Jókai Mór például kifejezetten ellenezte, hogy ez megépüljön, mert félt, hogy az ő kis idilli Schwab-hegy el fog tűnni ezzel a fejlesztéssel. Aztán persze az első komolyabb fogaskerekű útra azért ő is szeretett volna felkéreckedni, úgyhogy ezt meg is írtuk itt a kiállításon, hogy rohant, hogy az első fogaskerekű felszállhasson.
ő ezt elforraló masinának említette állandóan ezt a fogaskerekű. Tényleg egyébként a gőzmozdony alakja az nagyon hasonlított egy telforralóra. Tehát az első szakasz az leginkább ugye a fejlesztés és a kiépítés. A második az 1910 környékéig tart, amikor is a téliesítést kialakították, mert addig leginkább ilyen turista vagy kirándulós járatnak tartották a fogaskerekűt, tehát 1874-től. Ugye a 90-es években meghosszabbították a fogaskerekűt, ez fontos, tehát most a Városmajortól a Széchenyi hegyig jár, de eredetileg ez csak a Schwab-hegyig jár, de a Schwab-hegytől Széchenyi hegyig ezt 1890-ben meghosszabbították, és a következő komolyabb időszak a 29-től 73-ig tartó időszak, ugyanis 29-ben villamosították a fogaskerekűt. Ez azt jelenti, hogy a fogaskerekű szerelvényeit húzó gőzmozdonyokat lecserélték, és már elektromos áram volt az, ami segítette az ő mozgásukat. Ezzel egyébként ez lett a világon az első villamosított fogaskerekű. És ez 73-ig járt, 73-ban volt 100 éves Budapest főváros, és akkor úgy tervezték, hogy már a 29-es villamosított fogaskerekű is eléggé régi, ezért meg kéne újítani, és akkor egy ilyen még újabb 1974-től újabb járgányokat szereztek be. Ugye az jár most, az sem olyan új már, tehát ideje lenne talán még egy fejlesztésnek, de a lényeg az, hogy 1973-ig jártak a villamosított szerelvények, és utána pedig egy ilyen még újabb kocsik jártak idáig. Ez az utolsó rész a napjainkig. És akkor van egy olyan témakör, ami pedig kifejezetten érdekességek, mindenféle adatok, amiket szeretnek az emberek, hogy mennyivel ment, mennyivel jött, mennyien utaztak rajta, milyen jegyek voltak, tehát mindenféle ilyen kis érdekesség, ami talán izgalmasabb akár a gyerekeknek is, akár azoknak is, akik nem feltétlenül a technika történeti adatokat szeretnék ezekből kiolvasni. Fontos volt még az is, hogy nagyon szeretik a látogatóink, és ezt minden kiállításnál mondják, a különböző forrásokat, a régi iratokat, régi újságokból, könyvekből való idézeteket, mert azok mindig egy kicsit jobban visszaadják a kor szellemet, az ízes írások, a beszéd az mindig sokkal inkább vonzó volt a látogatóknak, épp ezért az összes témához van egy egész olyan tabló, ahol kifejezetten régi újságokból és anyagokból idézünk érdekesebb történeteket. Így például ezekből derült ki, amit a megnyitón is elmondtam, de izgalmas, hogy jóval előbb szerették volna átadni ezt a fogaskerekűt, de nem érkezett meg, ugye Svájc sem tűnik egy úgy látszik, hogy nagyon megbízható partnernek ebben a szempontból, mert a három fogaskerekű mozdonyból csak egy érkezett meg a megnyitóra, és ezt eltolták, és ezt érdekes a vasárnapi újságban elolvasni. De például azt is, hogy a gyerekek hogy játszottak azzal, hogy különböző köveket vagy pénzérméket raknak a síre, és hogy a fogaskerekű az hogy lapítja szét, és hogy ez mennyire balesetveszélyes volt, és hogy perlekedtek sokszor a fékező emberekkel a gyerekek, vagy hát oda-vissza, hogy ne akadályozzák a fogaskerekűnek a működését, vagy akár a fékezőknek az érdekes helye, hogy ők ugye a szerelvények tetején ültek vagy álltak, ezért sok látogató most is, ha a képeket látja, akkor mindig felcsillan a szemünk, hogy milyen érdekes, a tetején is lehetett ülni, milyen izgalmas lehetett, de hát mindig mondjuk, hogy ugye az egy munka volt ott, mert a fogaskerekűnek a mozdony az mindig hátul volt, tehát a hegy lejtő felé, és előre nem látták be a pályát, úgyhogy mindig a szerelvény tetején állt valaki, aki jelezte, hogyha valami van a pályán, akár valamilyen akadály, vagy éppen a gyerekek játszottak ott, tehát ezek is izgalmasak, de például azt sem tudtuk eddig, hogy 1945-ben a Budapest ostroma idején több szabotást is terveztek különböző csoportok a fogaskerekű ellen, tehát a állambiztonsági történeti levéltárban kutatva találtunk olyan anyagokat, ahol éppen fel akarták robbantani a sineket, vagy kisiklatani a vonatot, úgyhogy izgalmas anyagokat gyűjtöttünk össze igazából az összes időszakból, és igyekeztünk azért közérthetően és jól bemutatni ezeket az anyagokat. A Közlekedési Múzeumtól kaptunk egy szép nagy listát, ahonnan válogathattunk különböző tárgyakat, és hát be kell, hogy valljuk, hogy volt egy-két olyan tárgy, amit sajnos nem tudtunk méretből fakadóan idehozni, vagy volt egy-két olyan fogasléc, meg olyan fogaskerék, amire
oda volt írva, vagy 380 kg, és nem tudtuk ezt ide felhozni különböző okok meg balesetveszély miatt, de minden olyat, amit bemutatható, azokat igyekeztünk itt a széles közönség elé tárni. Talán a legizgalmasabbak a különböző modelljek, amiket kaptunk. Az első ugye a régi gőzmozdony modellje, ami a bejáratnál látható, és ugye itt látható is az, hogy a három időszakban, az első időszakban ugye zöldek voltak a szerelvények, aztán 1929-től sárgává váltak, és 1973-ban pedig piros színű lett, úgyhogy ilyen három színe ez így végigkísérhető, de az például 1973-ban, amikor megújult a fogaskerekű, és akkor volt ugye 100 éves, akkorra készült ez a gőzmozdonyak és a szerelvényének a kis maketje, de a villamosított járműnek is nagyon izgalmas a maketje, és azt is nagyon sokan szeretik. Ezen kívül különböző indítótárcsák, ahogy említettem, harang, régi jegyek, rúgók, kapaszkodók, különböző kalauszhoz kapcsolódó tárgyak, minden olyan, ami még fellelhető volt és izgalmas bemutatni, ezeket az itt lévő négy vitrínbe elhoztuk, hogy lehessen nézni ezeket, tehát igyekeztünk a legszélesebb repertoárból választani. És hát ők még a képekkel járultak hozzá, tehát ezen a kiállításon körülbelül 110 olyan kép van, amit a közlekedési múzeumtól kaptunk, és ezeknek legalább az 50%-a az, mi nem annyira publikált, vagy nem annyira látható kép, tehát ezeket izgalmas megnézni akár első alkalommal is. A közlekedési múzeumtól kapott műtárgyak közül talán a két legizgalmasabb műtárgy itt látható, az egyik a már említett régi fogaskerekű egykori zöld szerelvénye és az őt húzó gőzmozdony, és a másik pedig egy fogaskerekűnek az indító harangja, ami az első városmajori indítóház végállomásának volt az egyik harangja. Sajnálatos módon ez a gyönyörű svájci stílusban épült végállomás már nem látható, mert Budapest ostroma idején 1945-ben azt teljesen elpusztították, épp ezért most egy eléggé, hogy mondjam, kevésbé szép vagy cizellált épület látható a Városmajorban, de ez a régi szép nyitóharang, ez megmaradt belőle, és megengedte a közlekedési múzeum, hogy bizonyos alkalmakon, akár múzeumpedagógia vagy tárgyfizetésen megszólítsuk ezt, úgyhogy ezt én most megrázom. Ez 150 évvel ezelőtt a fogaskerekű így indult. Egyik érdekes, hogy például a fogaskerekűnek a szállítási kapacitását ugye az emberek az eleinte azt gondolták, hogy ez csak a kirándulás véget, vagy a könnyebb elérhetőség véget épült meg, de nem rejtették a szándékukat féka alá már a legelején, ez 1870-es években, hogy igazából még fontosabb volt a teherszállítás. Ugye itt az Zugligeti úton és a környéken körülbelül 10 vendéglátóhely volt, meg elkezdődtek az építkezések, és nem tudtak, mivel nem csak árut felhozni, italt, ételt felhozni, de építkezési eszközöket sem, meg nagyobb mennyiségű építő elemeket. Épp ezért a fogaskerekűnek egy fontos célja volt, hogy legyenek teherszállító kocsiai, és ezt különböző képeken itt is bemutattuk, itt például az látható, hogy egy egész lovaskocsi van rajta a fogaskerekűn, tehát voltak olyan szerelvényei, amik le voltak csupaszítva, és nem emberek szállítására volt alkalmas, hanem arra, hogy különböző ételeket, vagy akár úgy, ahogy van lovaskocsi stúl, fel tudjon hozni a Sváfhegyre, és ez nagyon nagyban megkönnyítette a hegyvidéknek a fejlődését és az infrastruktúráját, és azzal tényleg, hogy mondhatjuk, hogy így bekapcsolta a főváros vérkeringésébe a kerületet. A másik ilyen, hogy ugye ez pont ez a szállítás miatt, amikor ezt lehetővé tették így 1900-as évek elején, akkor például az úttörő vasút, vagy hát a mai gyermekvasútnak a szerelvényeit se tudták máshogy felhozni. Ezek a képek is érdekesek, ezeket a közlekedési múzeumtól kaptuk, ahol azt látjuk, ahogy nem kevés ember próbálja felemelni a fogaskerekű különböző teherszállítói helyére ezeket a hatalmas nagy szerelvényeket, és így a gyermekvasutat, vagy hát akkor az úttörő vasutat is ugyanúgy a fogaskerekű tudta felszállítani a helyszínre.
de például a egykori híd, nagyon híres svábhegyi autóversenyek is izgalmas témakör, ugyanis szinte nincs is olyan igazán jó fotó vagy olyan anyag, ami a fogaskerekűnek a járatairól nem számol be. Legtöbb helyen itt is láthatjuk, hogy éppen a fogaskerekű kis hídja itt a pálya fölött volt, de volt olyan autóverseny is itt a Svábhegyen, ami kifejezetten a fogaskerekűnek az útját, vagy hát a mellette lévő utat járta be. Van még egy olyan izgalmas történet, és ugye ez a helyszín, itt kifejezetten ilyen kisebb ilyen történeteket mutatunk be, rövideket, de mégis olyan dolgokat, amik talán így a időbe vagy a kronológiába nem annyira illettek bele, de mégis olyan dolgok, amiket jó lenne megemlíteni. Az egyik legenda itt a hegyvidéken, ugye, hogy Katri Szalész Ferenc, aki tervezte a fogaskerekűt itt Magyarországon, beleszeretett egy sváb leányba, és ezért itt maradt Magyarországon, és itt telepedett le, és soha nem is ment haza. És ez a része, hogy ő szerelmes lett itt egy sváb leányba, az igaz, de azért történetileg hozzátartozik, hogy 1900-es években csődbe ment a cége, és eljárás indult ellene Svájcban, úgyhogy ha akart volna, se tudott volna hazamenni. Ez egy kicsit így történetileg ezt kiigazítja. És az utolsó blogban itt nem csak olyan adatok vannak, hogy milyen gyorsan jött, milyen tempóba tette meg, vagy hogy hányan ültek rajta, hanem különböző régi tervrajzokat és jegyeket szerettük volna bemutatni. Sokat gondolkodtunk azon, hogy ezek is a vitrinekbe menjenek, de aztán rájöttünk, hogy így egy kicsit jobban áttekinthetők és jobban láthatók. Így időrendi sorrendben különböző kategóriájú jegyeket mutattunk be egészen 1904-től, ahol még érdekes, hogy volt ilyen kombinált jegy, hogy Pestről lehetett menni idáig, onnan fogaskerek, kővel, onnan lovasúttal, és így tovább. De hogy voltak különböző osztálykülönbözeti jegyek, volt első osztályú jegy, volt harmadosztályú jegy, tehát volt olyan, aki fapadon ült, de volt olyan is, ami egy szép párnázott ülésen lehetett jó kilátással utazni, tehát sokat kérdezték, hogy az leginkább így a munkás népnek, vagy a kirándulóknak volt-e csak az úri huncutsága, de kifejezetten szerettek ide feljönni neves írók, művészek és akár politikusok is. És itt a lent pedig különböző régi tervrajzokat, akár az épületeknek az átépítését, vagy a technika történeti anyagokat lehet megtekinteni, és itt azért látszik, hogy már az 1870-es években is milyen komoly tervrajzokat kellett készíteni egy-egy ilyen megépítéséhez. És a kiállításunk végén pedig ezt is szeretik a gyerekek, ahol az állomásokat bejelölve, az alsó, a svábhegyi, a városmajori épületnek a sziluettjével szerettük volna bemutatni, és itt ugye látható a különböző típusú járművek is. Ugye a két gőzmozdony, ami ezeknek a rajzai a kültéren is láthatók, tehát a gyűjtemény külső üvegfalára is rá vannak ezek matricázva, hogy abból kétféle volt, tehát ott mind a két gőzmozdonyt megrajzoltuk, és azon kívül van a villamosított, ami ott fölül látható, és akkor ez pedig a 1973-as mozdonynak és szerelvénynek a rajzolt változata. Amikor idáig eljutnak a látogatók, akkor mindig rá szoktak csodálkozni, ugye, hogy milyen sebességgel megy a fogaskerekű, mert hogyha az ember egy tömegközlekedési eszközre gondol, akkor azt gondolná, hogy hát hogy azért ez gyorsan megy. De itt láthatjuk, hogy a kőzütem idején 1874-ben például fölfele 12 km per órával ment, visszafele pedig 7,2 km per órával, és ez azért valamennyit változott, de most is fölfele 30-al megy, lefele pedig 20-al jön. Tehát, és az ideje a felérés meg a leérés alatt nem változott 1-2 percet, ugye több állomás lett azóta, de hogy régen, amikor átadták 150 éve, körülbelül 19-20 perc volt felérni a végállomásra, most pedig mondjuk 22-23, tehát ez nem sokat változott, de ugye itt a terepviszonyok miatt van ez, és még az is kérdés szokott lenni, hogy lefele miért lassabb, ugye a baleset veszély miatt, mert lefele, amikor jött a súly, akkor még nagyobb, fontosabb volt, hogy még lassabb
gyorsabban jöjjön, nehogy elinduljon lefele, mert akkor komolyabb balesetet tud okozni. És ahogy a látogatószám látszott, úgy a kialakítása is változott ezeknek a szerelvényeknek, és talán az egyik legnagyobb váltás ugye a térjesítés volt 1910-ben, mert ugye addig nyitott szerelvények voltak, tehát ezek egy nyári, tavaszi, őszi útra tökéletesen alkalmasak voltak, de télen nem csak attól félt a szolgáltató vagy akik csinálták a fogaskerekűt, hogy nem lesznek látogatók, hanem attól is, hogy ugye megfáznak. Úgyhogy akkor, amikor téliesítették, akkor kellett olyan szerelvényeket hozni, vagy hát felújítani, átalakítani, amik már bezárhatók voltak. A tetején a fékezőnek, aki addig ott fönt ült, azok ugyanúgy kaptak egy kis bódét, tehát ilyen kis fabódék is vannak a tetején, vannak olyan képek, amik izgalmasak ebből a szempontból. És ugye már az 1910-es évek vége, 20-as, 30-as években meg pláne, ugye igazán fontos síközpont lett a Normafa és a környéke, és épp ezért szánkózók meg síelőknek az egész hada jött ide föl, úgyhogy kifejezetten olyan szerelvények is voltak, aminek a tetején szánkókat, síliceket lehetett elhelyezni, és amikor megérkeztek a Sárphegyre vagy a Széchenyi-hegyre, akkor a kalauz meg a fékező segített leadni a sok-sok szánkót meg sílicet a fogaskerekű tetejéről, úgyhogy nem véletlen az a nem csak mostani elgondolás, hogy a normafáig meg kellene hosszabbítani a fogaskerekűt. Ez is egy visszatérő érdekesség, tehát aki ezt a történetet most hallja, azt gondolja, ez egy ilyen új dolog, de már 1882-ben, tehát az első tablónak a forrásaiban is olvashatjuk, hogy már akkor azt gondolták, hogy hát ennek igazán akkor lenne értelme, hogyha még följebb jönne. És aztán ez egy visszatérő példa, tehát 1910-ben, 1930-ban és 1970-ben is voltak arra tervek, hogy akkor már ugye már a Szél-Kálmán térig is meg akarták hosszabbítani, tehát hogy még hosszabb legyen, pont azért, hogy az ember a főváros közepéről, vagy hát innen egy fontos csomóponttól egy jó téli szánkózásra és sílésre alkalmas helyet könnyen és mindenféle kocsi nélkül el tudjon érni. Úgyhogy ez egy nagyon régi történet, de a téliesítés éppen ezért volt fontos, hogy akkoriban nagyon megnőttek a téli sportok szerelmesei, és hogy őket ez ki tudja szolgálni, és nem véletlen, hogy télen mind a mostani időben is a leginkább akkor van kihasználva a fogaskerekűnek a kapacitása, mert mind a mai napig nagyon sokan szeretnek feljönni, szánkozni és síelni, úgyhogy nem csak ezért, de ezért is fontos, hogy 150 éve töretlenül jár a fogaskerekű, és reméljük, hogy a jövőben talán még jobban megújul, még szebb lesz, és még jobban ki lehet majd ezt a közlekedési eszközt használni. Célunk volt, hogy íze legyen a kiállításnak, és hogy a kor szellemet bemutassa. És igazából ugye rengeteg forrás van, tehát lehetett volna itt csak pozitívokat bemutatni, de mi szerettünk volna azért olyat is bemutatni, hogy nem csak jókat írtak a fogaskerekűről, tehát természetesen volt, aki egy lassú, teljesen elhibázott döntésnek tartotta, tehát ezeket is szerettük volna bemutatni, hogy minden újság máshogy reagált szinte mindenféle hírre, úgyhogy egy olyan színes palettát bemutatni, ahol a kicsit zúgolódók, de a nagyon támogatók és a középen lévő utasok is be tudták mutatni ezt az időszakot, de ugye itt egy olyan nagy időintervallumot fednünk le, ez a 150 év, hogy nehéz azért ezt jól bemutatni, de az látható és az kitűnik az összes forrásból, hogy annak ellenére, hogy természetesen minden járművel vannak problémák, meg panaszok, de az, hogy van és hogy ez fontos, és hogy ez már mondhatjuk, hogy hozzátartozik így a hegyvidéki vagy a környék kulturális identitásához a fogaskerekű és annak a története, az mindegyikből látszódott. Várunk csoportokat folyamatosan, és már jöttek többen is. Mindig
akkorra speciálisan igyekszünk bemutatni a kiállítást, tehát amikor valaki bejelentkezik akár iskolai csoporttal, vagy akár egy idősebb csoporttal, akkor hozzájuk mérten igyekszünk bemutatni a kiállítást, és voltak itt a lenti Városmajori remízből is, a BKV, meg a Fogaskerekűnek egy-két mozdonyvezetője is, és mondták is, hogy lehetne ilyen közreműködést, hogy megnézni a Városmajori alsóállomást és ilyen különböző programokat, tehát ezeket mi az elkövetkező egy évben szeretnénk mindenféleképpen kihasználni. És itt fönt ugye a kiállító térben is több olyan installáció is, itt a mögöttem lévő kis fogaskerekű járatának a leképzése is egy olyan installáció, ami a gyerekeknek egészen könnyen és jól be lehet mutatni, mert az, hogy 130 méterről indul és 440 méterig megy föl, az nem túl sokat mond, de amikor az ember látja, hogy nagyjából ez egy elfejtornyi magasság, és hogy nagyjából hogy megy jobbra-balra a fogaskerekű, és hogy milyen magasságot küzd le, akkor már érthető, hogy miért is volt fontos ez a közlekedési eszköz, vagy akár hogyha látják ezeket a hatalmas nagy fogasléceket, hogy ugye sokaknak nem is egyértelmű, hogy a fogaskerekű az mit jön más, mint egy villamos, vagy bármilyen közlekedési eszköz, ugye sinem megy és kész. De jól meg kell figyelni, hogy középen ott kapaszkodik egy ilyen hatalmas nagy fogaskerék ezekbe a fogaslécekbe, és igazából ez az, ami miatt olyan magasságokat tud leküzdeni, amit egy sima villamos vagy egy vagon nem tud. És ugyanilyen például a kis harangunk is, amit nagyon örültünk, hogy a közlekedési múzeum engedte, hogy a vitrínbe rakjuk, mert eleinte úgy volt, hogy a vitrínben lesz, de így, hogy a látogatók nem használhatják, de hogy az itt lévő múzeumpedagógus vagy a tárlatvezető kérésre ezt meg tudja kongatni, akkor az is egy igazi élmény, hogy 150 évvel ezelőtt, amikor elindult a fogaskerekű, akkor ez a harang szólhatott, és ez is olyan, ami talán a gyerekeknek jobban visszaadja ezt a kort és ezt a történetet. Köszönöm, hogy velem tartottak ma este. Jövő héten friss kultúrponttal várom Önöket este 8 órakor szerdán. Addig is a viszontlátásra!